A visszaváltási lehetőség július 1-től az 1 decilitertől a 3 liter űrtartalmig terjedő üveg, műanyag és fémpalackokra vonatkozik. Ha a vásárló olyan terméket vásárol, amelyen szerepel az 50 forint visszatérítést jelző piktogram, akkor vissza lehet váltani a sértetlen palackokat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára híradóknak elmondta, a cél, hogy az egyutas termékek minél jobban visszakerüljenek a gazdaságba. Ettől jelentős szokásváltozásra, vagy vásárlási szokásváltozásra nem számolunk. Inkább itt azt mondanám, hogy azok a vásárlók, akik tudatos vásárlók, vagy környezetudatos vásárlók, azok jobban figyelnek arra, hogy ezek a palackok ne adj Isten árok szélén végezzék sorsukat, hanem bekerüljenek a rendszerbe, ez úgynevezett vissza, vagy körforgásos gazdaság rendszerébe, tehát ismét hasznosuljanak. De jelentős változás, jelentős fogyasztói szokásváltozásra nem számolunk. Kozák Tamás hozzátette, az új rendszer, amelyet a MOHU szolgáltat, Európa egyik legmodernebbje. Mint mondja, az üzletekben dolgozók izgalommal várják az átállás időpontját, július 1-jét. Az italgyártók és a kereskedők több ezer terméknek a regisztrációját elvégezték. Természetesen a kereskedelmi áruházakra elég sok terhet rót az, hogy ennek a rendszerét, az infrastruktúrát, a beépítettséget biztosítani kell a boltokban, az üzletekben. Ugye ezeket az automatákat el kellett helyezni, biztosítani kell, hogy a visszagyűjtést végző teherautók azok meg tudják közelíteni azt a helyiséget, ahol ezek az automaták vannak, tehát a bevezetés az bizony elég sok munkával jár. Három lehetőség van, hogy az automatánál a sértetlen, nem összenyomott palackért, fémdobozért visszakapjuk a kifizetett 50 forintot. Az egyik, hogyha a Repont applikációt letöltöttük, akkor a visszaváltást követően megjelenik a bankszámlán a pénz. A másik, hogy kapunk egy utalványt, és a pénztárnál visszafizetik a pénzt. A harmadik pedig, hogy jótékonykodásra felajánljuk az összeget.